Március 8-a van, őszintén szólva, azt hittem, hogy ilyenkor már mindenki kint lesz az üvegházban, napközbenre, ugye éjszakára visszakerülnek, de az első olyan nap, amikor végre hosszú ideje kisütött a nap, ennek ellenére kint -2 van, de így az üvegházban van esély, hogy süt a nap, de teljesen mindegy, mert elkerülhetetlen, hogy elkezdjek kiültetni, mert hát nagyon nő minden. Így talán látványosabb lesz. Elsősorban én most itt a paradicsomokra gondolok, az a legégetőbb. Tehát a paradicsomot azt most már ki kell ültetni, főleg, hogy itt, hát itt nem nagyon látszik ez most, de elkezdtek itt a gyökerei átnövögetni egyik ilyen kis négyzetből a másikba. Tehát a végén annyira át fogja szőni egyik gyökere a másikat, hogy nem lehet majd átültetni. És akkor van, ami még csak most hajt ki. Ekkora ilyen kis utócsapat. Meg hol is van még egy picike? Ott. Ott van egy picike, de ezeket a nagyokat, ezeket most én mindenképpen át akarom ültetni. Meg innen a paradicsomokat kiszedni. A paprikák még határeset maradhatnak. Kicsit egyébként meg vannak nyúlva. Ez a két misi chili, ez nagyon kilőtt itt a szélén. Szemmel láthatóan sokkal nagyobbak, mint az Orange Carolina Reaper-ök. Hát ez van, úgyhogy most ez a tervem mára, hogyha ha nem lesz semmi hirtelen esemény, akkor mindjárt kimegyek, és a paradicsomokat átültetgetem. Előtte természetesen meg kell nekik csinálni a joghurtos edényeket. Egy kicsikét megbűzöltetjük itt a környéket, nem is tudom, talán hát eléggé nagy távolságban mennek egymásba, ezek lehet, hogy kettesével kénytelen leszek. Szóval fölmelegítettem a pákát, és átszúrom. Ja, hát ezt kettesével tudom, mert nagy itt a perem, ahol felütközik, tehát nem tudok sűrűbben. Fú! Ja, ezt most szeretni fogja. De így gyorsabb, mint hogyha furkálnám. Viszont rohadt büdös. De nem is reped el, az is igaz. Gyorsan megyünk a gyártósoron. Kivittem már a roller dobozát az üvegházba. Ezt azért vittem ki, mert ugye azért most még márciusban a föld az hideg. Úgyhogy napközben a palántákat nem akarom lerakni a földre, hanem valamire akarom rárakni, és akkor kellett egy ilyen viszonylag nagyobb stabil felület, amire rá lehet majd tenni a palántás edénykéket. Hát ugye ilyen, ahogy mutattam az előző videóban is, olyanba fognak kerülni, ilyen tálcákba, de azokat a tálcákat sem akarom letenni a földre. Ne fázzanak meg szegények lentről. Fú. Na, van ilyenünk is. Aztán meg is vagyunk, végig furkálgattam. Nem tudom mennyi ez, talán ilyen 24 darab, vagy ilyesmi. Rohadj büdös! Na, kiviszem a földet. Füstölő. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Szóval kiviszem a földet, kicucolok, aztán majd onnan jelentkezem újból. Neki kell itt vetköznöm, mert 24,5 fok van idekint az üvegházban. Itt egyébként ebben a fényben jobban látszik, hogy ezek a palánták, ez egy másik fajta, itt van 3x5-ös, és van ugye az a lugas, és van ez a másik, ezeknek itt már a szélei picikét sárgulgattak. De lehet ez inkább a csapvíz, amivel öntözünk oda bent. Ugye most nem nagyon volt esővíz, úgyhogy most már átállok az esővízzel, most már azért lett egy kicsi, és akkor esővízzel locsolgatok majd, mert ezek itt a szélén nem szép zöldek, hanem kicsit megsárgultak. Na, jó, hát nézzük meg, akkor mit lehet ezzel kezdeni. Próbáljunk valamit ültetni. Lehet, akkor kezdem a 4-essel, abból van kevesebb. Felírlapozom itt is, hogy ugye tovább menjünk, és akkor szépen utána beleütetgetem őket.
Hát a föl talán elég lesz. Nem tudom, azt egy kicsit szerintem benne hagyom. Egy, kettő, három, négyet egyelőre. Egyelőre a négyesből négyet. Négyet fogunk küldetni, és akkor a többi az mind ötös. Picit még benne hagyom a házba, szerintem azt még nem ültetem ki. És persze majd lejjebb fogom őket ültetni, mint ahogy most vannak, és akkor így nem is lesz úgy megnyúlva, mert egyébként ezek feltűnően nincsenek annyira nagyon megnyúlva, és akkor legalább ott meggyökeresedik. Na, lássunk neki! Oh, most látom, hogy ti faszán nem láttatok ebből semmit. Szóval... ezt kiszedtem már, és sajnos megvolt az, amit tapasztaltam, hogy átment már a gyökere a másikba. Tehát összegyógyult a gyökere a másikkal. Lehet, hogy a többit is ilyen nehéz lesz kiszedni, plusz alulra nem tudtam földet tenni, mert na, kisebb ez az erény, mint gondoltam. És ha alulra teszek földet, akkor nem tudom elültetni rendesen a palántát. Hát ennek is maradt ott egy kis gyökere. Ez látszik szerintem, tehát ezek nagyon meggyökeresedtek. Szépen. Puty. Hát egy korcsföldet azért tegyünk az aljára, de ne sokat. Igen. Utána meg nem ilyen balfaszú kéne beletenni. Nem lapátozok én. Nagyon összeállt ez a föld. Kicsit olyan csomós. Most idén nem is locsoltam őket tápoldattal sem. Eddig az volt mindig, hogy mindjárt ki kell nyitnom az ajtót, itt olyan meleg van. Eddig azért mindig az volt, hogy ilyen kiskorúban is már kaptak tápoldatot, de idén most nem kaptak. Majd mostantól ezeket már fogom tápoldatozni. De eddig nem. Nem volt tápoldat nekik. Ez kicsit nagyobb cserép. Ebbe megpróbálunk egy kicsit többet tenni alá. Ó, és itt kettő van egybeültetve. Ez egy ilyen hibás ültetés volt. Na, ez gyönyörű lesz. És átment a gyökere. Erről beszéltem, hogy átment mindenhova a gyökere. Átnőtt. Ez a szörnyű ezekkel. Na most ezt a kettőt szétszedni impossible szerintem. Ezt lehetetlen szétszedni, ezt a kettőt választanom kell. Sajnos, nem szívesen választok, hogy melyiket tartsam meg. De lehet, hogy szétjön, de lehet, hogy nem. Hát, meglátjuk. Meglátjuk. Gondolkoztam, hogy kitépem az egyik kettőből. Választok, de megpróbáljuk. Mégis inkább megpróbáljuk. Van annyi gyökér benne, hogy hát ha túléli mindkettő az átültetést. Majd most úgyis kegyetlenül meg lesznek locsolva utána. Azért is zömítem össze a földet, mert úgyis össze fog állni. Még jobban locsolás után. Na, hát ez egy ilyen babra munka. Ezzel én itt el leszek. Majd a végeredménykor újból bejelentkezem nektek. Addig menjetek Isten hírével. Meg vagyunk. Paradicsom palántákat átültettem. Már ugye azokat, amik nem voltak méret alatt. És hát meg is locsoltam őket felülről. Több okból kifolyólag is felülről locsoltam meg őket. Wow! Borulok! Igen. Szóval az egyik, hogy nehéz legyen. Ne boruljon fel olyan könnyen, mikor az ember hurcibálja
őket kihbe. A másik, ha mégis felborul, akkor ne hulljon ki belőle a föld, mert az se jó. Harmadrészt, így a nedves földben, a felső földrétegben, ugye felülről valacsolva, könnyebben meg tudnak gyökeresedni a szálai, hiszen a paradicsom az nagyon ügyes jószág, és tud a szárán gyökeret ereszteni. Tehát nagyobb gyökérfelülete lesz. Lesz is szükség, mert némelyiknél elég komoly gyökérsérülés volt az átültetés folyamán, mert hogy volt, azt így már nem láttatok, mert nem forgott a kamera, de volt olyan, ami 4-5 darab ilyen kis másik edénkébe is átgyökeresedett, úgyhogy azért az brutális volt onnan kiszedni. Na, hát ez a március 8.